meg benneteket és ezt a házat a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A helyi plébános szentelte meg a bátaszéki németség új otthonát. Ezzel indult a felújított nemzetiségi ház átadása. A város németeinek régi vágya volt már, hogy egy olyan saját tulajdonú ingatlanjuk legyen, ahol zavartalanul élhetik egyesületi hétköznapjaikat. Nagyon nagy öröm bátaszék német közössége számára ez a mai ünnep, ez a mai alkalom, ami miatt itt összegyűlünk. 2020 novemberében megfordítottuk a történelem kerekét, és a német önkormányzat tulajdonjogba kapta a város vezetésétől és képviselőtestületétől ezt a házat, ahol ma állunk. Ez az egykori Schwarzwaldgasse 390, a mai Kossuth utca 3, ahol megkezdődhettek a felújítási munkálatok. Ez az épület, ez egy csoda, nagyon-nagyon jó fekvése van, közel a rendezvénytérhez, ugye egy nagyon frekventált helyen fekszik a városba, és hatalmas, impozáns méretei vannak, több mint 500 négyzetméterről beszélhetünk, különálló épületrészekről, amiket önállóan is fogunk tudni reményeink szerint hasznosítani. Egy valódi komplexumot álmodtunk ide meg. Az ünnepségen a munkák első ütemét zárták le, és közel 170 négyzetméter felújított részt adtak át. Az elkészült klubterem, ahol most állunk, egy előszoba, egy nagy terem, ami nagyon-nagyon sokrétű rendezvényteremként fog tudni szolgálni, illetve egy hozzátartozó raktárhelyiség készült el. Második ütemben szeretnénk majd kialakítani a vizes blokkokat, a mosdókat, amikhez ugye elengedhetetlenül szükség van az üzemeltetés során, egy közösségi konyhát, egy könyvtárat, hiszen ez az egész komplexum egy regionális találkozási pont lesz, bízva abba, hogy a jövő generációnak át fogjuk tudni adni az anyanyelvünket, hogy akár itten egészen a bölcsödés korosztálytól a gimnazistákig tudjunk foglalkozásokat tartani, természetesen pedagógusok segítségével. A hölgyek legnagyobb örömére egy konditeremmel rendelkezünk már is, amit újítgatunk. Németországi belügyminisztérium pályázatok során kettőt is sikerült elnyerjünk. Berendezési tárgyakkal, bútorokkal gazdagodtunk, illetve különböző kondigépekkel, kondicionáló gépekkel. Az utóbbi hónapok szinte minden napját itt töltöttük, reggeltől estig sokszor az éjszakákat is, éjszakában nyúlóan dolgoztunk itt, és hát ezt jöttünk el ma megünnepelni. Az eseményen részt vett Tirchy Richárd, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának nemzetiségi főosztályvezetője, aki elmondta, a magyarországi németek sokat szenvedtek az elmúlt évtizedekben. Innen indultunk, de nem vittek el mindenkit, nem űztek el mindenkit. Maradtunk, itt maradtunk, megmaradtunk, és a német nemzetiség élni akar, tenni akar, fejlődni akar. Hogyha elmegyünk egy magyarországi németek által alakult településre, akkor láthatjuk azt, hogy milyen gyönyörű köznevelési intézményeket, óvodákat, iskolákat tartanak fenn, kulturális intézményeket tartanak fenn. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Ő elmondta, nagyon meghatározó volt mindig is a németség a térségben, Bátaszéken pedig kiemelt szerepük volt a település fejlődésében. 18. század óta Bátaszék történelméhez, Bátaszék kultúrájához szervesen illeszkedik a német kultúra, illetve a németeknek a története. Sőt, nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy az itteni német kultúrához illeszkedett a többi kultúra és többi nyelv és többi szokás, hiszen abszolút többségben voltak a települések 1944-45-ig a németek. 2011-ben új alaptörvényt fogadtak el a parlamentben. Ennek egyik pontja a nemzetiségiek jogát is taglalta. A Magyarországon élő nemzetiségiek államalkotó tényezők Magyarországon, ugyanúgy, mint a magyarok, és erre legyünk büszkék, mert kevés ország alkotmányába, alaptörvényébe fogalmazzák ezt így meg. Ha ezt lebontjuk településekre, ez azt jelenti itt Bátaszéken, hogy a németek az 1700-as évek elejétől
ehhez a közösséghez, ehhez a településhez szervesen illeszkednek, sőt, ők adták a többséget, és ennek a településnek a képét alakították, adták át nekünk, ma élőknek úgy, ahogy most is látjuk, úgyhogy erre legyünk büszkék, és legyünk, vagy köszönettel tartozunk ezért. Örülök annak, hogy a Felvidék Egyesület után, a Székely baráti kör után, most végre már a németeknek is van egy állandó otthonuk, itt a Kossuth utcában, úgyhogy ezt gratulálok, használják egészséggel. Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a nemzetiségek megfelelő körülmények között tudják ápolni hagyományaikat. Több mint 70 évvel a kitelepítés után a németek szimbolikusan újra egy közösségi házat hoztak létre maguknak, egy régi sváb házból, amit a helyi kisebbségi önkormányzat, a helyi német egyesület megkapott a Bátaszéki önkormányzattól, és kormányzati támogatással több mint 20 millió forint értékben felújításoknak az első üteme lezajlott, ennek az ünnepségén vettünk most részt, de nem dőlhetünk hátra, jövőre vonatkozóan is van még feladat. A következő 2 évben teljes egészében meg kell újulni ennek a háznak, ez közel 100 millió forintos beruházást jelent még, és ehhez kormányzati támogatásban bízhatnak a bátaszéki németek. Ritter Imre, az országgyűlés német nemzetiségi képviselője arról beszélt, a magyarországi németek meghurcolásának történetét nem nagyon ismerik az emberek. Kell, hogy erről beszéljünk, kell, hogy a német nemzetiségnek kisebb-nagyobb településeken mindenhol legyen saját háza, legyen közösségi tere, legyen helye, ahol a kultúrájának a dologi és szellemi részét is meg tudja őrizni. Ezért mondtam itt is, hogy merjenek álmodni, merjenek célokat kitűzni, mert ha azért kitartóan és határozottan dolgozunk, megvan a lehetőségünk, hogy ezeket elérjük, és ez a mi felelősségünk és kötelességünk, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak a német nemzetiségi jövőjét, lehetőségeit biztosítsuk. A ház felújításának első üteme mintegy 29,5 millió forintba került összesen. Ez a mai nap, ez talán úgy fogalmazhatnánk, hogy ez a hálaadó imák napja, és aztán elkezdünk fohászkodni. És bízunk abban, hogy meghallgatják majd értőhelyen a mi fohászainkat, és lehetőségünk lesz a folytatásra.